Kedves nézőink, a Weekend mai adásában jobbnál jobb programokat ajánlunk majd a figyelmükbe, de mivel egyre hűvösebb van odakint, először rendet teszünk a kertben, és a teraszokon, már ami a növényeket illeti, hogy melyiknek hol a helye télen, arról most Dancs Nikolettával beszélgetünk. Szia, Niki! Hát még azért nincs tél, hál' Istennek, úgyhogy aki egy kicsit megcsúszott, annak azért van némi esélye, hogy a növényei azok ne leljenek fagyhalált a hideg rettentő télben, de azért már szerintem az emberek nagy része a virágokat valamilyen biztonságos helyre vitte. Mik a legideálisabb helyek teleltetésre? Hát, hogyha olyan növényekről beszélgetünk, mint például az egynyáriak, tegyük fel mondjuk a muskátné, vagy mediterrán növények, mint a leander például, ugye azokat tehát nem a szobába szoktuk bevinni, ahol ugye télen is ugye minimum 20 fokot szoktunk kialakítani, hanem attól hűvösebb helyre visszük, akár egy pincébe, vagy valami olyan fűtetlen szobába, ahol tudjuk azt biztosítani, hogy azért ne fagyjon meg a növény, tehát nyilván azért egy olyan minimum 4 fokot tartani kellene, és nyilván ami a legfontosabb, hogy ezeknek a növényeknek fény is kell, tehát nem szabad egy sötét zugba berakni őket, hiszen ugyanúgy élnek a téli időszakban is. Tehát és gondolom, hogy a kártevők is életben maradnak, tehát hogyha egy leandert leviszünk tetvesen, akkor valószínűleg elég rondán fog kinézni tavasszal. Így van, tehát ilyenkor célszerű bevitel előtt lepermetezni a növényeket, kár és kórokozók ellen, és úgy elteleltetni. És esetleg meg is metszeni? Mert azért most például egy, szerintem nagyon intenzíven nőttek a növények, ugye sok napos óra volt, tehát ilyenkor kétszeresére is képes nyáron mondjuk egy leander terebélyesedni, azt pedig nem mindenki tudja elteleltetni, mert nincs annyi helye. Igen, én úgy gondolom, hogy most is meg lehet csinálni az idézőjeles tavaszi metszést, tehát ugye az ifjító metszést, mert nem egy olyan körülmények közé tesszük azokat a növényeket, hogy megfagyhatnak, tehát hogy nyilván azért szokás tavasszal csinálni a kinti növényeknél a metszéseket, hogy ugye ne fagyjanak meg télen, meg nyilván azzal ifjítunk is, de ilyenkor ugye ezeket a növényeket akár visszább lehet metszeni, de sokan úgy viszik be, ahogy van, és akkor tavasszal takarítják meg a növényt, kivágva esetleg azokat a részeket, amik elszáradtak, vagy nem olyan szépek, nem odaillőek, meg nyilván meg ifjítják, úgymond, hogy minél sűrűbb legyen a növény. Lehet, hogy furcsa dolgot fogok kérdezni, ugye a mediterrán növényekről beszéltél, hát azok ott köszönik szépen egész évben ott vannak, például az Görögországban is az útszélén a leanderek nem ássák ki őket, és nem viszik hűvösebb helyre. Mi történne, hogyha az ember mondjuk egy tágas nappaliba vinné be a citromokat, a leandereket? Itt Magyarországon nem maradnának életben télen? Lehet, hogy életben maradnának, de nem feltétlen éreznék magukat jól, nem feltétlen produkálnának olyan virágzást nyáron, amit elvárnánk tőlük, mert ugyanúgy ezeknek a növényeknek is szükségük van erre a téli időszakra, hogy nyugvó állapotba kerüljenek. És ezért kell ugye a hőmérsékletet csökkenteni számukra is, de nyilván nem úgy, hogy kint hagyjuk, mert ugye akkor sajnos megfagynak. Tehát téli álmot kell egy picikét aludniuk. Igen, ugyanúgy a hagymás növényeknek is, tehát azért kell őket is hidegebb helyen eltárolni, tehát nem a szobába, mert szükségük van erre a hideg közegre. Na hát, ami kimarad, ugye a fák, a bokrok és a gyep, ha mondjuk a kertről beszélünk, neki lehet állni ilyenkor mondjuk azoknak a fáknak, amik belógnak, esetleg vezetéket veszélyeztetnek, hogy levágjuk, mert én úgy gondolom, hogy talán már alszanak és nem fáj nekik annyira. Hát most az időjárás ugye megengedi azt, hogy még esetleg ezeket a metszéseket elvégezzük, mivel most még ugye elég barátságos a hőmérséklet. Tehát nem fagy. Így van, meg még ugye a talaj se fagyott. Tehát ezt még most megtehetjük, nem késtünk el, de amúgy ugye az őszi ideális metszés az októberben volt eddig, most egy kicsit kitolódott ugye a hőmérsékletváltozás miatt, úgyhogy még nyugodtan megtehetik az emberek, de hogyha ilyen nagyobb ágakat, vagy vastagabb galjakat metszenek vissza, akkor érdemes esetleg fasebb kezelőgélt használni, ami által ugye gyorsabban regenerálódik a seb, és nem fogja a fa megsínleni ezt a lemetszést, úgymond. Hát igen, azért ez mégiscsak egy
olyan, mint egy amputálás, akárhogy is nézzük. A gyep is lassan téli álmot alszik. Kell-e valamilyen módon egyébként mondjuk gondozni, vagy mikor szabad utoljára levágni a gyepet? Mi van, ha tele van levéllel, és kell-e műtrágyázni? Műtrágyázás, igen, az nagyon fontos, az őszi műtrágyázás, ami nitrogénmentes műtrágyáról szól, tehát ugye az nem indítja be a gyepnek a fejlődését, de olyan anyagokat juttat a gyepbe, ami által ugye a téli időszakot túléli, és tavasszal ugye szép lesz, de... Káliumot tartalmaz? Például, meg foszfort is. Uh-huh. Igen, csak a nitrogént ugye csökkentik. Tehát ez a hagyományos pétisónak nevezett dolog, ez ugye felejtős. Hát ilyenkor természetesen, igen. És akkor gondolom, hogy le kell vágni. Mennyire vágjuk, ha még most valaki, ugye most lesz még 19-20 fok is, és esetleg utoljára neki ugrik a gyepnek, milyen... rövidre, hosszúra érdemes ilyenkor levágni? Közepes. Az arany középút a legjobb, tehát nem szabad ugye meghagyni nagyon magasan a taposások miatt, de nem is szabad nagyon kicsire vágni, mert ugye kell levélfelület a fűnek is, hogy szépen át tudja a téli időszakot viselni. És azok a növények, amit elviszünk teleltetni, azért egy nagyon pici nedvességre szükségük van. Hány hetente érdemes meglocsolni mondjuk a leandert? Hát én azt mondanám, hogy hetente, két hetente minimum, ugye ez attól függ, hogy mennyi vízmennyiséget kap, meg milyen párás maga a terület, tehát hogy mennyire tudja tartani mondjuk a leander vagy bármilyen mediterrán növény a vizet, de erre is vannak olyan speciális dolgok, hogy mondjuk agyaggranulátummal megszórjuk a tetejét, kaspónak, és akkor ugye maga az agyaggranulátum tartja a nedvességet, és akkor ezáltal csökken öntözési időszak. És ameddig a növényeink téli álmot alszanak, esetleg egy tájépítészmérnök társaságában megtervezhetjük mondjuk a kertünk új arculatát, aminek tavasszal ismét csak nekiállhatunk. Hát neki nagyon szépen köszönjük én az információkat. Kedves nézők, hogyha elvégeztük a kerti munkát, akkor pedig irány a Móricz Zsigmond Színház. November 14-től látható a mozikban a nyíregyházi Nagy Zoltán első nagyjátékfilme, A szép csendben. A 14 éves lány és a 60 éves karmester bizalmas kapcsolatáról szóló film egy fontos kérdést feszeget. Mit tehetnek egy intézményben a felnőttek, ha látják, hogy egy társuk átlép egy határt egy gyerekkel szemben? Színspirációk címmel nyílt kiállítás a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A Toldi Adamis Eszter, Molnár Móni és Végső Ágota alkotásaiból nyílt tárlat november 22-ig látható. Ismét a középiskolásoké a főszerep a Váci Mihály Kulturális Központban. Idén is megrendezik a már hagyományosnak számító, nagy népszerűségnek örvendő városi verébavatót. A diákok műsora november 15-én látható és előzetes regisztrációhoz kötött. Rákász Gergely koncertezik Nyíregyházán november 16-án. Az orgona művész a Lords of the Organ 3 című műsorát hozza el a megye székhelyre, amelyben Bach és Vivaldi művek mellett Berlioz és Gustav Holst is szerepet kap. A szemfülesebbek felfedezhetik, hogy honnan ered a Gladiátor vagy a Csillagok háborúja zenéje. A Napraforgó Meseszínház a Ludas Matyi című interaktív zenés mesejátékot hozza el a kicsiknek és a gyermek lelkű felnőtteknek. Az előadás november 17-én látható a Váci Mihály Kulturális Központban. Újra Nyíregyházára érkezik és a gyerekekkel együtt énekli és táncolja a Náda házon teteje című dalt az Alma zenekar. A tavalyi teltházas buli után november 24-én 16 órától ismét a megyeszékhelyre látogatnak a fiúk, hogy átmozgassák a gyerekeket és megnevettessék szüleiket. Ha valaki lemarad a koncertről, nem kell csüggedni, 2020. május 16-án visszatérnek Nyíregyházára. Az Állati Színjáték című mesedarabot november 29-én mutatják be a Móricz Zsigmond Színházban. Vendégünk a darab rendezője, Falc Péter. Szia Péter, jó estét! Hát elsősorban, hogy az ember ugye megnézi, hogy mivel is foglalkoztál te, akkor elég nehéz dolga van, hiszen ami a művészeteket és a színházat jelenti, vagy akár a filmet is, gyakorlatilag te lehet, hogy az utolsó magyar polihisztorok, művész polihisztorok egyike vagy, hiszen
hát szinte minden érdekel, színész is vagy, színházrendező, de azt gondolom, hogy az élet nagy szerelmese, és valami olyan dolgot szeretnél itt Nyíregyházán csinálni, ami lehet, hogy eddig nem is volt. Miről szól majd ez a darab? Mik a terveid? Köszönöm ezt a sok-sok szép jelzőt és szót. Nem, szerintem azért egyre több polihisztor van. Én azt érzem, hogy azért kifele megyünk abból, hogy valaki egész életében egy dolgot csinál, és lehetőség lett, hogy egy kicsit vándoroljunk. De igen, ennek vannak előnyei, hátrányai, de inkább válaszolok a kérdésedre, hogy miről szól. Állatokról szóló színtársulat, állatokból álló színtársulatról szól. Ez az Ezopusz színtársulat, és ők életükben először látnak egy mesefilmet, egy rajzfilmet, egy rajzfilm összeállítást. És ez annyira tetszik nekik, hogy feloszlanak, hogy ők ilyet nem tudnak csinálni, erre nem képesek. És akkor elmennek különböző civil területekre. Mondjuk elmegy valaki, bankár lesz más, meg postás, hát, most nem ismerem a darab sztoriát. Ennél elveszettebbek, hát nem, a macska ő elmegy egy általános iskolába éneket tanítani, a tengeri malac nem adja föl, és megpróbál úgy fönnmaradni a szakadékon túl, hogy nem esik le rögtön, hanem előbb integet és körbenéz, és csak utána esik le. Tehát, hogy voltak éppen a valóságérzékelésnek a tematikáját járja körül, és aztán a kis sugó vakvakond, ő pedig összeszedegeti őket, mert egyrészt azt mondja, hogy ha valami jó, az nem jelenti azt, hogy a többit rosszá tenné, a másik meg amire rájönnek, hogy az interakció, a gyerekek, a nézővel való közvetlen viszony, az valami olyan, amit a mesefilmek nem tudnak, úgyhogy van piaci rés, és van értelme még színházat csinálni, de alapvetően ez a különböző valóság rétegeknek a befogadásáról, vagy azzal való viszonyról szól. Ahogy ezt itt elmondtad, azon gondolkodtam, hogy hát rögtön egy nehezített helyzet, mert akkor ez most kinek is szól? Nekünk szülőknek, akinek fel kell ismernie, hogy a gyerek mondjuk mennyire mankók nélkülül esetleg egy mesefilmet nézve, mert nem tud bekapcsolódni, nincs, aki megmagyarázza az esetleges interakciókat, amit csak lát, de közben lehet, hogy a fantázia mégiscsak beindul ennek a hatására, vagy pedig a gyerekeknek, akiknek ebből most ki kell hámozni majd valamit, és esetleg összehasonlítani, hogy melyik az az ág, ami többet ad, vagy pedig egyszerűen le kell ezt vetkőzni, és az előadások azok nem gyerekeknek, vagy felnőtteknek szólnak, hanem embereknek, vagy családoknak. Igen, hát ez lenne az ideál. Tehát az én ideálom az, hogy felnőtt gyerek jön mindegyik, és akkor mindenki azt kapja meg. Egyik körül, hogy a másik körül, hogy az egyik körül, és akkor egy ilyen nagy közös. Hát, hogyha nagy lesz az érdeklődés, és így kopogtatnak dörömbölnek a színház ajtaján, akkor lehet, hogy lesz bérletszünetes is. De alapvetően ez egy Nyíregyháza összes óvodása és kisiskolása ezt látni fogja, ez a bérlet, ebbe a bérletben van benne. De tartunk egy kísérő programot, az kimondottan szülőknek. Ezt hogy kell elképzelni? Előadás után, előtt, helyett? Lesz egyelőre van kitűzve, december 4-én. Én fölkértem egy oktatási szakértőt, hogy gyűjtse már össze, mert én is körbenézek, és minden kisgyerekes szülő egy kicsit ebben a pánikban van, hogy míg mi internetfüggők vagyunk, nincs mese, és nyomogatjuk a telefonunkat, aközben azt mondjuk a gyereknek, hogy ezt ne tegye. Vagy azt mondjuk, hogy most nem akarok vele foglalkozni, leültetem a tévé elé és nézze. De ezt lelkiismert furdalással. Tehát, hogy ebből rengeteg rémhír terjeng, rengeteg kérdés, tehát ez egy abszolút első generációs probléma, hogy mit kell csinálni. Gyereknevelés kontra online tartalom, vagy média, vagy mesefilm, ez a fantáziáját butítja, vagy tompítja, vagy tehát... Plusz megspékelve azzal, hogy ez az a generáció, aki mint a folyamatos lelkiismeret furdalásban lenne a gyerekeivel szemben, igen, és ezért lecsúszik a csúszdán, ott van a szülinapi zsúron, fújja az anyós nyelvet, igen, és állandóan a gyereke, kinek akar valamit pótolni, aki aztán ezt megszokja, és utána képtelen egyedül tevékenykedni, ezért aztán ettől szenved, mérges a gyerekére, és saját magára is, hogy miért voltam ilyen hülye, bezzeg, az én anyám elengedett egy kulccsal a nyakamba, és egész nap lófráltam, és mégis milyen boldog felnőtt vagyok, vagy nem. Úgyhogy... Hú, ezt nagyon pontosan leírtad. Ez csak nem a szakmád. Az is, igen, és szülőként is ezt élem meg, és ezt látom, igen, hogy ez most
például ez is az egyik rákfene, aha, nem beszélve az internetes pánikhelyzetről, igen, amiben meg hát példával tanítunk, de hogyha egyszer ugye a mi példánk is rossz, akkor hogyan is tanítsunk. Hogy lehet ezt akkor ebben a darabban szerinted, ebben a felhívásban, mert most megakasztottalak, tehát jönnek majd a szülők. Szóval ez a kísérőprogram. Uh-huh. Tehát az, ami elmondom, hogy a gyerekek nyilván látnak egy kedves történetet, ahol megtapasztalnak állatokat, vagy szereplőket, karaktereket, akik ezzel szembesülnek, hogy ők nem elég jók valamihez képest, uh-huh, aztán pedig rájönnek arra, hogy ők viszont valamiben jók, ami sokkal közelebb áll saját. Tehát, hogy elfogadják saját magukat. Ez a kísérőprogram, ez kimondottan az a célja, hogy egyrészt, hogy megnyugtassuk egymást, hogy ez egy kihívás, és ez nem jól vagy rosszul csinálni, de hogy ezt úgy, tehát ezzel szembesülünk, és megosztani másik egymással a tapasztalatokat. Másrészt, meg ami most én felkértem ezt az oktatási szakértőt, hogy gyűjtse ezeket a kutatásokat, amik most jelenleg vannak. Az biztosnak tűnik, hogy az egy ilyen veszélyforrás, hogyha nem tudja kibeszélni, hogyha valami olyan érzés, olyan hatás éri egy ilyen vizuális tartalom során, amit nem tud feldolgozni. Tehát, hogy ha kibeszéli, ha kirajzolja, ha kijátsza, szuper, és akkor ezért is most kiírtunk egy rajzpályázatot, hogy egyrészt, hogy ez a mesefilm összeállítás, amit ezek az állatok megnéznek ott a színpadon, az milyen mesékből álljon, uh-huh, hogy most mi a mi kis célközönségünknek mik a mesefilmjei. Másrészt, hogy rajzolják ki. Van egy határidő? Gondolom, hiszen november 29-én bemutatunk. Így van. November 29-én bemutatjuk, november 14-ére tűztünk ki egy ilyen határidőt, hogy addig küldjék el bárki, akinek van gyerek a közelében, vagy unokája, vagy szomszédja, vagy sajátja, vagy neveltje, vagy bárki, és még szeret rajzolni, akkor kérje meg, hogy mint mese szakértő rajzolják le a kedvenc mesefilm részt, vagy karaktert, vagy bármi, ami rá számára nagy hatással volt, mert akkor mi ezt tudnánk használni. Azt a tudást. Tulajdonképpen ugye a művészet lényege az, hogy egyrészt katarzisunk legyen, másrészt pedig valamit együtt, mégiscsak az alkotásban úgy érezze a kívülálló is, hogy akár ő is ennek a része, és talán ebben az egész folyamatban ugye benne van a bárki, belekerülhet. Én ezt nagyon szeretném, és reméljük, hogy tényleg egy nagyon, nagyon különleges közös élményünk lesz itt Nyíregyházán. Annyi mindenről beszélhetnénk, Péter, de elfogyott sajnos az időnk. Akkor jövő héten találkozunk. Úgyhogy majd folytatjuk, és reméljük, hogy sokan így gondolják, és már is elkezdődnek a különböző alkotások, amit milyen felületen vártok, postán, e-mailen? A színháznak a portáján van egy doboz, oda bármikor be lehet vinni a portás, ott van non-stop. Ha meg ez kényelmetlen, akkor mi is valahogy el tudunk menni érte, és az ott, nem tudom, a színháznak a Facebook oldalán fönt van a felhívás, meg talán egy pár helyen még fönt van, és ott az én e-mail címem is ott van, hogyha valaki lefotózza, elküldi, az is tök jó, vagy érte megyünk. Köszönjük szépen! Én köszönöm! November 14-től látható a mozikban a nyíregyházi Nagy Zoltán első nagyjátékfilme, A szép csendben. A 14 éves lány és a 60 éves karmester bizalmas kapcsolatáról szóló film egy fontos kérdést feszeget. Mit tehetnek egy intézményben a felnőttek, ha látják, hogy egy társuk átlép egy határt egy gyerekkel szemben? Színspirációk címmel nyílt kiállítás a nyíregyházi Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A Toldi Adamis Eszter, Molnár Móni és Végső Ágota alkotásaiból nyílt tárlat november 22-ig látható. Ismét a középiskolásoké a főszerep a Váci Mihály Kulturális Központban. Idén is megrendezik a már hagyományosnak számító, nagy népszerűségnek örvendő városi verébavatót. A diákok műsora november 15-én látható és előzetes regisztrációhoz kötött.
Rákász Gergely koncertezik Nyíregyházán november 16-án. Az orgona művész a Lords of the Organ 3 című műsorát hozza el a megyeszékhelyre, amelyben Bach és Vivaldi művek mellett Berlioz és Gustav Holst is szerepet kap. A szemfülesebbek felfedezhetik, hogy honnan ered a Gladiátor vagy a Csillagok háborúja zenéje. A Napraforgó Meseszínház a Ludas Matyi című interaktív zenés mesejátékot hozza el a kicsiknek és a gyermek lelkű felnőtteknek. Az előadás november 17-én látható a Váci Mihály Kulturális Központban. Újra Nyíregyházára érkezik és a gyerekekkel együtt énekli és táncolja a Náda házon teteje című dalt az Alma zenekar. A tavalyi teltházas buli után november 24-én 16 órától ismét a megyeszékhelyre látogatnak a fiúk, hogy átmozgassák a gyerekeket és megnevettessék szüleiket. Ha valaki lemarad a koncertről, nem kell csüggedni, 2020. május 16-án visszatérnek Nyíregyházára. A kedves nézőket egy jótékonysági vására invitáljuk a következő percekben, amelyel a PCAS munkáját és a bajba jutott állatokat tudják majd segíteni. Vendégünk pedig Vidra Betti, a PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület elnöke. Szia Betti, nem szia, jöttél üres kézzel? Hát élő kutyust most nem hoztál, de helyette itt van egy nagyon helyes, már Mikulás sapiba öltözött kis játék. Ez most a kis reklámkutyusodok? Igen, ez a kis reklámkutyánk. Ő egyébként énekel és lobogtatja a füleit, hogy elemmel működik, de újra tölthető elem van benne a környezetvédelem jegyében, és most nem töltöttem fel, de gondolom az adásban nem is lenne kedvező, hogyha elkezdene énekelni, nagyon aranyos, egyébként a vásárunkon ő ott lesz. Nos, hát úgy gondolom, hogy ezek elég népszerűek. Most november 15-én lesz ez a vásár, mégpedig az Inkubátor házban rendezitek. Miért ilyen korán? Mert azért még a karácsony, oké, tudom, hogy már 2 hónapja tele vannak az áruházak Mikulás csokival, de valahogy lehet, hogy én az a fajta vagyok, akik az utolsó pillanatban vásárolnak. Van ebben már tapasztalat? Érdemes hamarabb szervezni? Hát egy picit elmegyek a szakmától egy másik szakma irányába, marketing szempontjából igen, egy picit eltolódott már a karácsonyi ajándékbeszerzési, azt tapasztaltuk. Viszont nekünk nagyon besűrűsödtek a mentési munkálataink, és paralel módon az a valóságos helyzet, hogy külföldről nagyon sok adományunk érkezett, tárgyi adomány, amit arra a célra küldtek külföldi támogatók, állatbarátok, hogy ezeket mi értékesítsük, és ebből finanszírozzuk az állatmentési tevékenységünket, és ezeket nekünk muszáj értékesíteni. Na most, aki szokott járni a havonta egyszer rendezendő vásárainkra, ők tudják, hogy már nagyon régóta próbálunk rendet csinálni, mert iszonyat mennyiségű árunk van, ami vásárlóra vár, és most ez csak rosszabb lett. Tehát és még gondoltuk, több adomány érkezett. Ezért persze nem kell sírni, de hát ugye nyilván korlátozottak a lehetőségeitek, hogy ezt hol helyezitek el. Bútor. Aha. Bútorokat kaptunk, ezt fel fogjuk tenni az egyik csoportunkba, ülőgarnitúrákat, ágyat, szekrényeket, tévéasztalokat, ezen kívül rengeteg márkás ruhaneműt, nagyon jó minőségű ruhaneműt, gyerek és felnőtt ruhákat, cipőket, állatfelszerelési tárgyakat, tehát lakásdekorációt, függönyt, lakástextilt, tehát bármit tehát nincs. Tehát jó kis lomigtelen lomost tudnátok nyitni tulajdonképpen, igen, hogyha ugye ez lenne az elsődleges tevékenységi forrásotok, vagy formátok, de hát nem ez. Én úgy gondolom, hogy azért, ha már itt a környezettudatosságról beszéltél, ugye ma már van egy olyan trend kibontakozóban, hogy ne vásároljunk állandóan új dolgokat, hanem cserélgessünk, adjuk, vegyük a dolgokat, mert egy idő után ugye kinőjük a földet, hogyha minden évben veszünk új bőröndöket és ülőgarnitúrákat, úgyhogy azt gondolom, hogy azok a felajánlók, akik ezeket elküldik, nyilván jó minőségű dolgokról van szó, vagy akár újakról is, így próbálnak segíteni. Lehet, hogy megvették, aztán mégsem használják, és tudják, hogy ez jó szolgálatot tesz. Vannak kifejezetten kutyás ajándékok is, vagy olyan ajándéktárgyak? Mert most úgy látom, azért azt is hoztál, itt van ilyen kis kis fotel, kutyusos kis táska, igen. Fekhely, igen. Vannak kimondottan állatoknak való ajándéktárgyak,
nagyon sokan már az állataiknak is szerencsére ajándékoznak karácsonyra, meg egész évben vásárolnak állatoknak is állattartók, állatfelszerelési dolgokat. Vannak nekik való dolgaink, nagyon szépek, búrázok, hámuknyakörve, kutyajátékokat nagyon szeretik, fekhelyek, plédek, tehát nagyon sok minden, illetve az állattartóknak is van, akik kutyákat, cicákat nagyon kedvelik, akkor nekik kimondottan ilyen mintás termékeink is vannak, és több féleképpen értékesítünk, van egy csoportunk, ahol folyamatosan indítunk liciteket, uh-huh. és itt folyamatosan lehet vásárolni. Itt kint vannak a fotók a dolgokról? Így van, és általában 2 hétig megy egy albumunk, uh-huh. és utána egy 2-3 héten belül, most a karácsony miatt ugye sietni kell, aki szeretne licitálni, mert a csomagszállítások biztosak adózni fognak, akkor van egy szerződésünk egy futárszolgálattal is, rajta keresztül uh-huh. kiküldjük házhoz a csomagokat, a megvásárolt termékeket, illetve a licit nyerteseknek az ajándékokat. Itt rengeteg dolgunk van feltöltve, és a havi egyszerű vásárunk, ami most november 15-16-án lesz, és decemberben lesz majd ez egy nagy vásárunk. Közösségi oldalon van, bocsáss meg. Igen, van a licitek a bajba jutott állatokért, uh-huh. ez egy licitálós csoportunk, kimondottan a Facebookon, ide, hogyha valaki bejelentkezik, akkor a bebocsátást adunk neki, onnantól kezdve beszállhat a licitálós aukciós versenyekbe, és ő is csatázhat a termékeinkért. Ez kifejezetten versenyszellemű nézőknek ajánlott, mert ez egy izgalmas dolog, de közben meg ugye nem egy öncélú valami, hanem tudjuk, hogy segíteni tudunk. Van olyan az utolsó pillanatban is figyelik, van olyan, aki figyeli az éjfél lejártát, és az utolsó pillanatban is jönnek licitek, hogy izgalmas szokott lenni. Gondolom, hogy vannak olyan emberek, akik a legtöbbet licitálnak, akik lehet, hogy már egy ilyen képzeletbeli plecsnit is kaphatnak, mint a legnagyobb állatvéd. Igen, meg is mondom ennek a háttérmotivációját, igazából azt gondoljuk, hogy szeretnénk így módon is valamit adni azoknak az adományozóinak és támogatóinknak, tehát akik egyébként is adományoznának esetleg, vagy szoktak adományozni szervezetünknek, de így mégis vásárlással kap az értéket valamit, mi pedig tudunk dolgozni, állatokat menteni, ellátást, kórházi operációkat kifizetni ezekből a pénzekből, és nem beszélve a környezetvédelmi szempontokról, hogy nekünk tényleg valóban fontos az újrahasznosítás uh-huh. is, mi semmit nem dobunk ki. Ami megmarad vásárainkból, olyan termékek, amiket nem tudunk értékesíteni, azokat mi tovább szoktuk adományozni humán szervezeteknek, ahol rászoruló anyaotthonoknak is, tehát akár lakásdekoráció, ágyneműket, ruhaneműt, cipőket, mi ezt adjuk tovább. November 15, hány órától hány óráig várjátok a látogatókat? November 15-én, 16-án, pénteken és szombaton, délelőtt 10 órától délután 17 óráig, és a decemberit már mondhatom előre, decemberben egy 6 napos vásárhéttel kedveskednénk a látogatóinknak, és az érdeklődőknek az pedig december 9-től 14-ig lesz, tehát hétfőtől szombatig, és ugyanúgy reggel 10 órától délután 5-ig várunk mindenkit szeretettel. Aki még lemaradt esetleg a karácsonyi hajrából, az még ott személyesen tud találkozni. Szintén az inkubátorházban. Így van, az inkubátorházban lesz mindig. Mindig ott tartjuk a vásárainkat. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, még tartogatunk néhány programot a weekend második részére, és zenélni is fogunk, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk maradni. Thank you.